estét kívánok! Lőrinc Téme, a Zentai Magyar Kamara Színház művésze kapta a legrangosabb vajdasági színházi kitüntetést, a Pataki Gyűrű díjat. A művésznő a Hullámtörés című monodrámában nyújtott alakítással érdemelte ki az elismerést. Könnyeivel küszködve vette át a legjelentősebb színészi elismerést a Pataki Gyűrű díjat Lőrinc Tímea. A fiatal színésznő köszönetet mondott kollégáinak, szeretteinek és a Jóistennek. Mint mondja, az erejét gyakran a magánéletéből meríti. Lőrinc Tímea a Zentai Magyar Kamara Színház Hullámtörés című előadásában Best formálta meg. Ezzel az alakítással érdemelte ki a rangos elismerést. Az utóbbi időben, ahogy kaptam díjakat, vagy szavalásért, vagy különböző díjakat, akkor mindig utána, amikor színpadra kellett állni, már vittem magammal azt az érzetet, hogy ha már valamiért díjazva lettem, akkor azt a szintet tartani kell, vagy tovább kell ugrani, vagy tovább kell lépni az egészen. Tehát igyekszek nem megragadni valamin, hanem mindig valami többet adni, de ez a Pónkember mondta, hogy nagy hatalom nagy felelősséggel jár. Két nagyon fontos embert kihagytam az életemből, akik igenis hozzájárultak még ehhez a díjhoz, a két osztályvezető tanáromat, László Sándort és Balázs Áront. És úgy gondolom, hogy ha ők az akadémián nem így vezettek volna végig, akkor lehet, hogy nem itt tartanék. Nagyon sokat adtak ahhoz, hogy én milyen színész lettem. Sokat merítek a privát életemből. Szerintem ez az egyik alap minden színésznek, hogy próbálja a privát életét felhasználni, hogy minél érettszerűbb legyen egy-egy helyzet. Milyen volt egyébként a Pataki Gyűrűs szereped megformálása, próba folyamatra, hogyan emlékszel vissza? Arra emlékszek, hogy nagyon megterhelő volt, de az egyik legjobb próba folyamat. Hasonló a tavalyi Május van tisztelt úr című próba folyamathoz, mert igazság szerint én akkor érzem igazán, hogy dolgozok, hogyha megterhelő. Hogyha azt érzem, hogy kihívás az, amit éppen csinálok, nem balzsebből tudom előrántani a szerepet, vagy éppen a helyzet megoldását, és úgy éreztem, hogy a Tamás is, és ez a szerep is igen nagy kihívás elé állít. A Pataki Gyűrű díjra Vicsek Károly filmrendező jelölte a négy vajdasági színház öt művészét. A Pataki Gyűrű díjra Vicsek Károly filmrendező jelölte a négy vajdasági színház öt művészét. A Végen László író, drámaíró, Léfhaft Pál karikaturista újságíró, Szuzana Vukovics és Káló Béla színművészek alkotta zsűri közülük választotta ki az elmúlt évad legjobb vajdasági színészi alakítását. Az Újvidéki Művészeti Akadémia színművész hallgatói egy összesített szavazattal járultak hozzá a döntéshez. Nekünk már egészen könnyű dolgunk volt, hiszen leszűkült a kör arra az öt emberre, akiből tulajdonképpen nekünk ki kellett választani a Pataki Gyűrű díjas nevet. Tulajdonképpen a neheze az Vicsek Károlyra hárult, akinek meg kellett nézni az évadok összes előadását, és igazából terítékre tenni ezt az öt nevet. Jó, természetesen a mi feladatunk az nyilván az volt, hogy öt ember
olyan szakmai kérdéseket járjon körül, és olyan szempontokat hozzon egy asztalra, ami szerint az értékelés megtörténhet. Nyilván nem volt egy könnyű meccs, ez több fordulós dolog volt, itt valóban több szempontot kellett figyelembe venni, ez felelősséggel jár, és mi azt gondolom, hogy ennek a felelősségnek a tudatában is dolgoztunk. Az, hogy most Lőrinc téma a neve hangzott el, nagy öröm, és valóban megérdemelt öröm, de a tény, hogy ez az öt ember itt volt ma este, azt fémjelzi, hogy ennek a vajdasági színjátszásnak igenis vannak kimagasló színészi alakítása, és igenis érdemes odafigyelni rájuk. Az Újvidéki Művészeti Akadémia színművész hallgatóinak elismerését, az úgynevezett tízes díjat szintén Lőrinc Tímea kapta. A Pataki Gyűrű gálával véget ért a Délvidéki Magyar Színjátszás napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat. 1945. október 29-én mutatták be Szabadkán Balázs Béla Boszorkánytánc című művét Pataki László rendezésében. Ezzel hivatásos magyar színházat avattak. Ennek emlékére ünnepeljük október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napját. Október 22-e és 29-e között zajlott le a 62. Belgrádi Nemzetközi Könyvvásár. Az idén 403 hazai kiadó mellett 116 külföldi kiállító mutatta be könyveit. Magyar kötetek, magyar írók után kutattunk. Az Újvidéki Fórum Könyvkiadó Intézet évről évre részt vesz a belgrádi nemzetközi könyvvásáron, ám jelenlétük a kiadóház igazgatójának elmondása szerint az utóbbi időben szimbolikussá vált. A fórum számára az utóbbi években mondhatni, hogy a belgrádi könyvvásáron való jelenlét inkább szimbolikusnak tekinthető. Ugye megváltozott a demográfiai helyzet is, a könyvkiadó helyzete is, illetve a könyvolvasási szokások, illetve hát a mi potenciális olvasóinknak is a szokásai, hogy azelőtt buszokkal érkeztek Belgrádba a vajdaság minden településéről, illetve sok településéről az olvasók, ez részben átalakult, de ez a szimbolikus jelenlét mellett is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy itt tudunk lenni, mert a fórum számára mindig is fontos volt az, hogy közvetít a szerb és a magyar, illetve a délszláv és a magyar kultúra között. Mennyire fejlett a logisztika, ami a terjesztést illeti, a fórumkönyvek eljutnak-e az olvasókhoz Vajdaságban, illetve Újvidéken, hol lehet megtalálni a könyveket? Ugye erre is részben nosztalgiával tekintünk vissza, azokra az időszakokra, amikor a fórumnak szinte minden nagyobb településen volt önálló könyvesboltja, ezeket ugye időközben privatizálták, és hát mondhatom azt, hogy elég alkalomszerűen próbáljuk megoldani a könyveink terjesztését. Sajnos már a nagyobb városokban, a magyar városokban sincsenek magyar könyvesboltok, Szabadkán, Kanizsán, Zomborban, Topolyán, van Szent Tamás, illetve Becsén vannak olyan boltok, amelyekkel jók a kapcsolataink, de például Zentát nem tudom felsorolni, mert ott is megszűnt a magyar nyelvű könyvesbolt. Ezért én mindenkit arra biztatok, hogy az interneten keresztül, illetve a honlapunkon keresztül tudja a legaktuálisabb kínálatunkat megtalálni, és hát próbáljuk megtalálni azokat a nem csak magyar nyelvű könyvesboltokat, amelyek érdeklődnek a kiadványaink iránt. Így például Újvidéken a Boulevard Books-szal indítottunk el egy pár évvel ezelőtt egy együttműködést, úgyhogy Újvidéken nem csak a fórum épületében, hanem már az ő könyvesboltjukban is kaphatók a kiadványaink.
A 60 éves fórum a belgrádi nemzetközi könyvvásárra rendszerint néhány a szerb közönség érdeklődésére is számot tartó kötet megjelentetésével készül. Idén az Autoportrets novellum önarckép novellával kötetet ismerhette meg a közönség, melyben Vickó Árpád szerb nyelvű fordításában kortárs vajdasági magyar prózaírók művei szerepelnek. Ezen kívül a Transzakció műfordítás sorozat keretében megjelent Milovan Danojlić magyarra fordított Levelek Amerikából című regénye is. Belgrádi Könyvfesztiválra Szilágyi Károly fordítás kötetével készült a fórum. Milyen könyv ez, miért ajánlod az olvasóknak? Ez egy, hát egy klasszikusnak mondanám, Milovan Danojlićnak egy levélregénye, ami még a 70-es években íródott. Danojlić kortársunk, pillanatnyilag Franciaországban él, úgyhogy egy ilyen távolról tud rá nézni és rá világítani a jelenkor problémáira is, és annak ellenére, hogy a 70-es években íródott a regény, meglepően mai és nagyon nekünk szól. A fordítónk Szilágyi Károly egy nagyon kipróbált és kiváló fordító, tehát ez a regény egy olyan formában kerül a magyar olvasók elé, amit igazán érdemes kézbe venni. Ezt azoknak mondom, akik esetleg nem az eredetit olvassák, amit persze így magam ellen beszélve, vagy hát a sorozatunk ellen beszélve mindig ajánlani szoktam. Megrendelte tőlem az Európa Könyvkiadó, közben lejátszódott egy rendszerváltás, és ebben a rendszerváltásban az érdek győzött, irodalom meg vesztett. Hála Istennek is le a kalappal, Virág Gábor és Rajsli Emese is a fórum előtt, hogy mikor leporoltam, elővettem ezt a könyvet, lefújtam róla port, hadd dicsekedjek egy kicsit, nem sokat kellett leporolnom róla, lefújnom róla, le a kalappal előttük, hogy ők ezt kiadták, és nagy-nagy öröm számomra. Az eredeti címe az, hogy Drági Moj Petrovicsu. Ragyogó cím, a magyar nem adja ezt össze, nem adja vissza, de nem tudtuk ezt magyarul eladni, hogy kedves Petrovicsom, mert az se lett volna egy jó cím. Hát Levelek Amerikában ez egy elég sápadt kis cím, viszont akarja a lényeget, egy Szerbiába visszatelepülő, izigvérig szerb értelmiségi beszámol az ott maradt barátjának az itthoni élményeiről. Tehát hazajön, pénze van, elképzelése van, ambíciója van, akarata van, minden, és belecsöppen ebbe, azt mondja, hogy is hívjákba, tehát ebbe a kísérletbe, amit szocializmusnak hívtak, és kísérletként itt végig játszatták egy néppel, de nem csak egy néppel, ugye ezt az egészet, és ami kezdetén ölte meg az emberi kezdeményezőkészséget, az erudíciót, az akaratot, a kockázatvállalást, a teljesítményt, stb. És akkor így éltek így ilyen langyos vízben az emberek. Tehát ő minden levelében beszámol egy-egy élményéről, és ahogy ezt csinálja, hát az valami ragyogó. Például lapot akar indítani, és akkor elmegy valakihez, aki majd talán döntene arról, mert az is elég nehéz megtalálni, hogy ki a gazdája, annak kiadjon ki engedélyt rá, hogy lapot indítson, és akkor kérdezik tőle, hogy de miért akar lapot? Hát nem jó neki, hogy itt van már lap? Nem, ő azt mondja, hogy olyan lapot akarna, ahol szabadon lehetne mindenről beszélni. Hát ugye ez az akkori közhangulatban, meg a politikában ez így elég furcsán hangzott, hiszen ők mindig azt mondták, hogy hát itt nagy sajtószabadság van. A Transzakciók sorozat 2 éve indult a fórumnál, ez egy műfordítás sorozat, amely délszláv nyelvekről fordít. Elsőként egy Szidrán regény jelent meg, az Jecses Lisze Dolibel, magyar változata, ugye az Emlékszel a Dolibelre. Második egy verses kötet volt, egy fiatal újvidéki költőnek a verses kötete Maja Szolári. A harmadik volt a László Blaskovics, ő a középkorosztálynak szerb, fiatalnak már nem mondanám, prózaíróként került be szintén ezekkel a novelláival. A negyedik volt Svetislav Basara, a Merénylet angyala című regénye.
és ez most az ötödik kötet. Mi a tapasztalatod a fordítás kötetek iránt? Van-e érdeklődés lévén, hogy Vajdaságban az olvasók nagy része szerbül is tud, az eredetit veszik inkább kézbe, vagy a fordítás is vonzó számukra? Illetve hogy Magyarországon van-e érdeklődés esetleg a szerb irodalom magyar fordításai iránt? Hát én nagyon örülnék, ha úgy lenne, hogy a vajdasági magyar olvasó eredetiben olvassa a könyveket, de én nekem az a tapasztalatom, hogy ez egyre kevésbé van így. Úgyhogy gondolom, és például a Baszara pillanatokon belül elfogyott, tehát hogy gyakorlatilag egy hónapon belül eladtuk az egész, az összes példányszámot. Magyarországon is mutatkozik érdeklődés, ott inkább azt mondanám, hogy a klasszikusok iránt. Most megkeresett bennünket a Magvető kiadó, akivel tárgyalunk arról, hogy pont ez a műfordítás sorozat közös kiadásban jelenjen meg. Az még nem biztos, hogy minden kötete, vagy csak egy-egy kötetet szeretnének ők így társkiadóként velünk megjelentetni. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy van érdeklődés a mi fordítások iránt. Eddig a belgrádi könyvásárra készültünk, ugye, és most már a szemünk előtt lebeg ez a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ahol ugye Szerbia lesz a díszvendég. Ott, ha minden igaz, akkor a kortárs szerzők közül egy 6-7-8-nak a könyvét meg tudjuk jelentetni, illetve a klasszikusok közül pedig Ivo Andrityot emelném ki, az ő egy eszékötetét reméljük, hogy addigra sikerül megjelentetnünk. A közeli terveink között szerepel Ivo Andrićnak egy tulajdonképpen az egyetlen olyan Andrić mű, aminek nem jelent meg eddig magyar fordítása, vagy legalábbis kötetben nem. Ez a Jelek az út mentén. Ezt Radics Viktória fordítja. Aztán van egy kortárs szerb próza, ami mostanában díjat is kapott, meg is filmesítették, ez Vladislava Vojnovićnak a Kecskefül című regénye. Ez tulajdonképpen már jövőre fog megjelenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Mint minden évben, a könyvfesztiválon idén is képviseltette magát néhány környező ország. A horvát kiadók standján találtunk két horvát nyelvre fordított márai kötetet is. Kulanenje dosta i osobito ga Zagrebčanke jako puno čitaju, prodaje se u Zagrebu puno i njegovih, ja imam ponuđen i 6 romana njegovih. Ja sam normalno sklonio i Hamvašu, ipak je to malo drugačija literatura, ali kao što je prije 15 godina, otprilike 5 godina plus minus, bila velika potražnja i čitanost Bele Hamvaša, tako je sad Šandor Maraj i Krasna Horka. Jel? I on sad otkriva se tek, pametan je pisac i tako dalje. Normalno, kad je jedan iz Mađarske dobio Nobelovu nagradu za književnost, onda se pojavi interes i prevodi se i druge pisce. I tim više što unutar Evropske unije postoje fondovi i države koje pomažu prevođenje svojih pisaca, pa je ta produkcija u suvremenih pisaca bolja nego što je prije. Mi a művészet videójátékban. Erre is feletet kapunk a Független Képzőművészeti Tanszék kurzusán. Kortárs alkotók és nyitott elmélyű művészettörténészek látogattak el a magyar tanszékre. A budapesti székhelyű Független Képzőművészeti Tanszék kétnapos programsorozat keretében egy kortárs képzőművészeti úgynevezett repülőkurzus tartott Újvidéken. Mindenféle régiót bejárnak itt a Kárpát-medencében, és a képzőművészet új szemléletformáit terjesztik, tulajdonképpen változnak a műsorok is, és ez a kínálat, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy itt a magyar tanszék hallgatói is képzőművészeti, esztétikai, multimediális tapasztalatokat szerezhetnek igazi szakemberektől, tehát olyan budapesti tanároktól, kurátoroktól, akik hát a mély vízben élnek a művészeteket illetően. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a Magyar Tanszék közös programja ez, és ez a kis képzés tulajdonképpen előkészítés is egyben a VMTDK-ra.
a Független Képzőművészeti Tanszék művészeti projekt, oktatási modell és civil aktivitás is egyben. A 2013-as és 14-es iskolaév őszi félévétől Magyarország számos felsőoktatási intézményébe látogatott el, most azonban első ízben tartotta meg Vajdaságban ingyenes kortárs képzőművészeti tanfolyamát. Szimán György a videójáték és a művészet lehetséges kapcsolatairól tartott előadást. Én nyilván videójátékokkal is játszom, és a képzőre jártam, így párosítottam össze a két dolgot. Biztos vagyok benne, hogy a videójáték és a virtuális valóság, tehát ez a mesterséges képi megjelenítés, akár elfogadja a művészet, akár nem, mindenképp ez lesz a képfogyasztási szokásunk. Engem azért érdekel, hogy miközben órákat töltünk számítógép előtt, amik grafikák, világok, történetek, tehát ott van darabokban az, pontosabban egyben a teljes művészet, történet, irodalom, zene, mindennek a kidolgozott megfelelője, amit már összeszedtünk az elmúlt pár száz évben. Én ezért gondolom fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy tekintsünk a játékokra is más szemszögből, mondjuk így, hogy művészi szemszögből, de én inkább arra gondolok, hogy más hozzáállással, tehát hogy nem csak a pontokról van itt szó, vagy arról, hogy akkor ma este is egy jót lövöldöztem, vagy foglaltam el egy várost, hanem itt van egy megjelenítés, és van egy olyan lehetőség, egy olyan környezet, amiben teljesen más üzeneteket is lehet közvetíteni, pont a játékoknak ez a nagyon beszippantós, immerzív hatása miatt, hogy részese lehetsz eseményeknek. Számomra ez egy nagyon különleges alkalom, mert először vagyok Újvidéken, és egy újvidéki művészről tartottam itt előadást, Ladik Kataniról, aki költő, performer, és egy nagyon izgalmas újrafelfedezési folyamaton megy keresztül az ő életműve. Magyarországon is nemzetközileg egy nagyon intenzív figyelemben részesül, és az ő magyarországi neoavantgárd művészettel való kapcsolatairól beszéltem itt ma délután. Vannak bizonyos témák, műfajok, művészek, akik kiszorulnak a hagyományos egyetemi oktatásból, mert egy picit rendhagyó módon működnek, ugye ilyen a Ladik Kati is. Tehát arról van szó, hogy az interdisziplináris megközelítés módok, mondjuk a költészet és a képzőművészet közötti átjárhatóság az, ami még ma sem teljesen természetes folyamat. És mondjuk az én konkrét témám esetében azok a rendkívül izgalmas, fölkavaró jelenségek, amelyek a 60-as, 70-es években zajlottak, ezek ma is nagyon újszerűen hatnak, viszont teljes mértékben hiányoznak az egyetemi oktatásból. Ezt szeretnénk pótolni. A kortárs kultúrát nem feltétlenül a galériákban meg a múzeumokban kell keresni, nem feltétlenül ott lehet progresszív művészettel találkozni, sőt, talán ott nem is. Ez mondjuk a magyarországi terepre egészen biztosan igaz. Ha nem, lehet, hogy az utcán jön velünk szembe, vagy bárhol máshol találkozhatunk vele, és erre mindenképp szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy az egyetemeken tanuló fiatalok ezzel valóban találkozzanak, és vegyenek ebben részt akár adott esetben. Az is nagyon fontos, hogy az aktuális kultúrpolitikai, kulturális változásokra is figyelemmel legyenek a hallgatók, és hát erre is próbáljuk felhívni a figyelmet. Maga a szerkezete ennek a kurzusnak, ez pont erről szól, hogy azért költözünk be idézőjelbe az intézmények falai közé három előadással az első nap délutánján, és utána egy hosszabb workshop a második nap délelőttjén, hogy ez alkalmat adjon arra, hogy a kettő között személyesen és kötetlenül is találkozzunk a résztvevőkkel és beszélgessünk. A kurzus második napján egy workshopon vehettek részt az érdeklődők az Újvidéki Tudós Klubban. Ez a mai workshop, ez arról szólt, hogy hogyan lehet az irodalmat, illetve a szöveget lefordítani egy vizuális nyelvre, és utána ezt a vizuális nyelvet hogy lehet egy performance-ra átírni. Tehát tulajdonképpen egy fordító workshopról van szó, ahol előbb ezt arra, aztán pedig azt amarra fordítjuk le. Ez a fordítás azt jelenti, hogy átültetjük egy másik nyelvezetbe. Ádám
Ádám Anna, a budapesti székhelyű Grey Box művészeti kollektíva művészeti vezetője, a performanszok és a divat performanszok világába vezetné be az érdeklődőket. Tudnál erről kicsit bővebben beszélni, mert mondjuk én se tudnám igazából ezt így beazonosítani. Hogy akkor gyere picit közelebb, tehát ez arról szól, ez a divat performance, hogy hogy lehet egy ruhát, ami rajtad van, másként kezelni, mint öltözet. Tehát milyen lehetőségek vannak ebben a térben, ami közted és a ruha között rejlik, hogy tudod ezt meganimálni, és esetleg mást kifejezni azon túl, hogy viseled. Tehát ez összerakunk, stylingolunk tulajdonképpen, de vannak saját ruhák és kollekcióink, de ezek abból a szempontból nem jelmezek, hogy mi nem karaktereket játszunk el, tehát nincsen sose sztori, nincsen narratíva, hanem ezeket a ruhákat funkcionálisan hordjuk. Tehát éppen az a funkció, ami erre való, az áll, hogy ennek céljából fogjuk felhasználni. Mi nem igazán a szakmához szólunk, aki már úgyis mindent tud, hanem azokkal az emberekkel szeretnénk együtt dolgozni, akik kíváncsiak, de még nem feltétlenül vannak benne ebbe az egészbe. Tehát mi nagyon figyelünk arra például, hogy milyen a nyelvezetünk, hogy fejezzük ki magunkat, hogy ne használjunk zsargonokat, hogy tök érthető és a legegyszerűbben legyen ez az egész bevezetve tulajdonképpen, mert nem bonyolult a performance, csak arról szól, hogy használja a művész a testét, hogy kerül interakcióba a saját testével és azzal a térrel, amiben benne van és amiben alkot. Tehát egy tök könnyű médiumról van szó, mint szerintem te is így simán meg tudsz csinálni. Tulajdonképpen érdekes megközelítések voltak, mivel hogy Pestről jöttek előadók Újvidékre, és a számomra érdekes oldalának az egésznek, hogy készültek az újvidéki kortárs élet bemutatásával is, amit tulajdonképpen valószínűleg külső szemmel sokkal jobban átlátnak. Így tulajdonképpen az egész egyfajta nagy tükör és reflexió volt, és abszolút hatékony és hasznos információ. Az előadásokon és a műhely munkákon kívül egyéb programok adnak alkalmat meghívott képzőművészekkel és más szakemberekkel beszélgetésekre, interaktivitásokra és együttműködésre a független képzőművészeti tanszék szervezésében. A jelenlétet látták. Tartsanak velünk a jövő héten is.